A hivatali és lakossági ügyek mellett a megyegazdaság fejlesztése is kiemelten fontos egy olyan időszakban, mint amilyet most élünk a vírushelyzet miatt. Erről beszélt Román István kormány megbízott a Mastergood-nak járó támogatói okirat átadásán. Hozzátette, fontos azoknak a cégeknek a támogatása, akik nem csak megvédeni akarják a jelenlegi munkahelyeket, hanem fejlesztési terveik is vannak a jövőre nézve. Nemzeti foglalkoztatási alap keretében hazai forrásból került meghirdetésre az a pályázat, amely lehetőséget biztosít a gazdasági életszereplői számára munkásszállások létrehozására. A Mastergood pályázott és két munkásszálló megépítésére és támogatást nyert. A beruházás összértéke az megközelíti 600 millió forintot, amihez 260 millió forint támogatást sikerült elnyerjük. Így a saját erő és a támogatás segítségével közeljövőben megvalósulhat ez a két nagy beruházás. Ebben önálló 16 és 20 négyzetméter közötti kétágyas lakóegységek állnak a munkások rendelkezésére. Ezen felül a közösségi tereket is használhatják fűzésre, mosásra, szórakozásra és klubéletszerű működésre. Ehhez minden feltétel adott lesz. Tavasztól őszig pedig saját haszonra kertet is lehet majd művelni 5 és 8 ezer négyzetméteren. Ennek a apartmannak úgy alakítottuk ki a költség, vagy a, hogy is mondjam, az igénybevételi rendszerét, hogy maximum 10 ezer forintot kell egy havi ott tartózkodásért fizetni. Ez nyilván mindenki ki tudja számolni, hogy ez nem lakbér, ez inkább csak egy olyan jelképes összeg, ami arról szól, hogy ezt a szolgáltatást becsülje meg, vigyázzon rá, mert ezt neki építettük. Szabolcs-Bákán már működik egy kisebb kapacitású munkásszálló, a beruházásból ezt bővítik és modernizálják. Annyiért Karászi viszont egy teljesen új építésű apartman lesz. Ezt átmeneti megoldásként használhatják a dolgozók, de a cég a hosszú távú letelepedésben is segíti a családokat Kisvárda 15 kilométeres körzetében.